Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Bár az elmúlt napok időjárása rácáfolt arra, hogy itt a tél, a téli időszak. Azonban hát a társasházakban, szövetkezeti lakásokban élők tapasztalják már, hogy itt van a fűtési szezon. Ezt egyrészt ugye megkapják a távhőszolgáltatótól már, aki ezzel a hőszolgáltatással fűti ki a lakását a számlákban, illetve hát ahol költségmegosztók vannak, ott ez is szerepel. Nézzük az esetleges felmerülő problémákat. A mai adásunkban ennek jártunk utána, hiszen többen fordultak a fehérváriak közül különböző problémákkal a Köztérhez, illetve a Fehérvár Televízióhoz. Az egyik ilyen kis összeállításunk egy lakásfenntartó, egy székesfehérvári egyes számú lakásfenntartó szövetkezet kezelésébe tartozó lakóval történt meg. Jöjjön az összeállítás, aztán ezzel a témával folytatódik a Köztér. Hát időtartja tudja az arányszámot, amit leolvasnak, mert ez már rádiós, tehát nem kell bejönni a lakásba. A radiátorra szerelt költségmegosztókkal meghatározható a lakások hőfogyasztásának aránya. Poszlú Józsefné szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy a mutatott érték alapján megállapított összeg az egyetlen, amit a fűtésért fizetniük kell a lakóknak. A hődíj ugye három részből áll. Egyszer ugye fizetjük a lakás légköbméterének az 50%-át, ez az első rész. A második részben fizetjük a lépcsőháznak a légköbméterét, az is ugye ide van hozzánk csatolva a fűtési számlánkhoz, és a harmadik rész pedig, amit ugye arányszámot leolvasnak a fűtőtest költségmegosztójáról. Hát először is azt szeretném mondani, hogy ugye Én tudom, hogy ez egy országos rendelet, hogy 50%-át kell fizetnünk légköbméterbe, de megmondom őszintén, nagyon értelmetlennek találom, és igazságtalannak, mivel nézze meg az egyszolos cső, másfél méteres cső, hogy fűti be az én lakásom 50%-át. Poszlú Józsefné azt mondja, a tapasztalat azt mutatja, hogy a fürdőszobákban sokszor nincs költségmegosztó, előszobákban pedig gyakran fűtőtest sem. Ettől függetlenül annak a területnek a légköbmétere is számítanak. A Sütő utcai lakók sokáig nem is tudták, hogy ők fizetik külön a lépcsőház fűtését. Tavaly vagy mikor derült ki a levelezések közben. Ezt is például feltettem már a lakásszövetkezetnek ezt a kérdést, ugye, mert a lépcsőháznak a költségeit mi a közös költségbe fizetjük. Hogy van ez, hogy ide csatolják hozzánk a fűtést, és még rá emelnek is árat, mármint a közös költség árat. De hát feleltet azt felejtsük el mi, hogy kapnánk egy érdemi feleletet a lakásszövetkezettől. Poszlú Józsefné véleménye szerint a fűtőtest szabályozásával, a költségmegosztók elhelyezésével és működésével kapcsolatos kérdések nem találtak válaszra. 2008 körül a panelfelújításokkal egyidejűleg szerelték fel a mérőket ebben a lakásban, annak ellenére, hogy a lakók nem akarták a változás bevezetését. Én nagyon örültem, hogy megszavaztuk, hogy nem kérjük ezt a költségmegosztót, mert hallottam az ismerőseimtől, akiknek már volt, hogy nehogy megengedjen, mert többszörösét fogom fizetni, mert ők amikor fizettek több mint 100 000 forintot rá, tudja, amikor először bevezették, senki nem tudta, hogy hogy működik. És akkor örültem, mondom, hogy nem. Egyszer csak kézzel csengetnek, megyek, nyitom ki az ajtót, hát ott volt a közösségi megbízott. Hogy írjam alá, mondom, mit írjak alá, teljesen, hogy írjam alá, hogy a költségmegosztót kérem, hát van elvűvizelje, megszavaztuk, hogy nem kérek, hát határozottan emlékszem, mert örültem, hogy na végre valami jót is hallok, és képzelje, hogy akkor nagyon ideges voltam meg minden, azt mondta, hogy ha nem írom alá, akkor ötszörösét fogom fizetni. Tehát ez nálunk így megy. És itt most egyáltalán nem is fűt a radiátorra? Nem, egyikkel sem. Uh-huh. Amikor múltkor megmosom a hajamat, vagy mitől nem, mert annyira kidobott pénz az ablakon. Így persze nem tartható melegen a lakás. Sokan lemondanak a fűtőtest feltekeréséről, hogy némi pénzt spóroljanak az ezzel járó kellemetlenségek árán is. Régen ugye légköbméterbe volt a lakások elszámolása, fizettünk csak a szép hőnek. Ugye ez nem kell semmi számolás, semmi, csak az ember elgondolja. Most pedig ugye fizetünk a leolvasásért, tehát akkor is, hogyha nincs bekapcsolva, fizetünk a leolvasásért, fizetünk ugye a kiszámlázásért, meg még egy végszámlát a szép hőnek is fizetünk, ugye? Hát ez már kettővel több számlát fizetünk. Tehát már ezt összeadjuk, és még sincs meleg a lakásunkban. A lakók szerint az egyik legnagyobb probléma az információk hiánya, válaszok elmulasztása a kérdésekre, a különböző költségek miértjének nem tudása. Poszlú Józsefné azt mondja, a megoldást a lakossági összefogás jelentheti.
Nos, a témával többször foglalkoztunk már a köztérben is, illetve a Fehérvár televízióban, és néhány részletre majd hamarosan a Szépfő vezérigazgatója, Szóter Ákos válaszol. Egy korábban készült beszélgetés alapján azért néhány dologra pontos választ tudunk kapni. De hát volt több olyan probléma, amire talán mondhatjuk azt, hogy más lakó közösségekben, vagy akár a szövetkezethez tartozó, de más városrészekben is előforduló problémák. Erről is szót ejtünk stúdiónk vendége, Szabó Melinda. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is köszönjük a lehetőséget. A bejátszó alatt több alkalommal bólogatott, akkor mondhatjuk azt, hogy vannak olyan problémák, amiket visszatérően tapasztalnak a lakók? Igen, itt először is valóban a taktárs kifejtette azt, hogy 50%-a megy légkömméterről, 50%-a pedig a költségmegosztók alapján. Ez azért érdekes, mert a Farkas ügyvezető úr arra hivatkozik, és én törvényességi eljárásokba be is nyújtotta azt, hogy megkérdezte a tagságot, és mi szavaztuk így. Ez nem igaz. Valótlan állítás. A tagság nem lett megkérdezve, a vezetőség önkényesen döntött úgy a százaléki arányszámok megosztásáról. A másik probléma az az, hogy a 2005 évi távfűtésről szóló törvénynek van egy melléklete, amely ez a melléklet azt tartalmazza, hogy a lakás kitettsége alapján hány százalékos korrekciós százalékot kellene kapni a lakásnak. Ezt sem tárgyalta meg a lakókkal a szövetkezet vezetősége, hanem önkényesen döntött, amit én nagyon-nagyon aggályosnak tartok. A taktárs azt is felvetette, hogy semmi érdemi választ nem kapnak. Ezt nem csak én, nagyon több taktársunk is alá tudja támasztani, hogy hiába fordulunk érdemi válaszokért, és hogyha lesz egy műsor, egy külön műsorban érdemes lenne például a törvényességi eljárások során, hogy a szövetkezet elveszti első fokon, elveszti másodfokon, kúria kötelezi arra, hogy az adatokat adja ki, és a szövetkezet három év alatt nem képes arra, hogy a kúriai végzésnek eleget tegyen. Tehát valóban ez olyan, mint a süketek párbeszéde, kérdezünk valamit a szövetkezettől, de érdemi választ nagyon ritkán kapunk. A másik dolog, ez a fenyegetés szintén a bejátszásba szóba került. 2015-ben vagy 2018-ban több olyan lakás volt, amelyik nem engedte a 14-15-ben végrehajtott rádiós költségmegosztós cseréket felszereltetni. Na most, ezekben a lakásokban a szövetkezet nem tudni, hogy előzőleg megvette vagy később rendelte meg a tehemtől a költségmegosztókat, ez is kérdéses, kiadta a közösségi képviselőknek, hogy járják végig a lakásokat. Sőt, én hallottam olyanról is a negyedik körzetben, hogy az igazgató ment el, mert tudták, hogy a közösségi megbízott az költségellenes, a költségmegosztó ellenes, és általában végig gondolja a dolgokat, és megkérdőjelezi azt, hogy az ő lakásaikban 6 radiátor van, tehát az azt jelenti, hogy 6 költségmegosztót kell a lakásba számolni, hogy micsoda tetemes összeg ez. Általában a szövetkezeti lakásokban 3 vagy 4 költségmegosztó van, azokban az épületekben 6 van. Ott a körzet igazgatósági taggal ment végig, és azzal fenyegette szegény kis nyugdíjasokat, hogy valóban többszörös, 3-4-5-szörös díjat, amit itt a bejátszásban is az illető elmondott, annyival több fűtésdíjat kell fizetni. Hát nyilván, hogy egy kis pénzű nyugdíjas megijed ettől, és örül, hogyha valamilyen módon a költségeket lejjebb tudja vinni. Visszautalnék itt a legeslegelső gondolatra, hogy az arányszámok és a korrekciós szorzó az tulajdonképpen nem a rendszer igazságosabb bátételét szolgálja? Laikusként én ezt így gondolnám. Hát igen, de már volt egy olyan műsor is, amikor a tehen vezérigazgatója felvetette azt, hogy a felszálló csövekre is kellene költségmegosztót szerelni. Ez azt jelenti, hogy még többet kellene fizetnünk. Sőt, Farkas úr felvetette azt is, újságcikkekből lehet látni, hogy ne 50-50%-ba menjen, hanem a légkömméteres arányt vigyük fel 70-80%-ra, és maradjon a költségmegosztós elszámolási arány
20 vagy 30%. Erre én megkérdezném azt, hogy akkor minek van, miért fizetünk a TEHEM-nek éves viszonylatban 15-16 millió forintot? Tehát teljesen felesleges. Felesleges az is, hogy az egész rendszer átláthatatlan. Nem tudjuk, hogy mennyibe kerül egy költségmegoszló. Azt mondták, hogy kevesebb, mint 4000 forint. Nekem van a dokumentumaim között olyan, amivel bizonyítani tudom, hogy több, mint 6000 forintba kerül egy költségmegoszló. És amikor a szövetkezet 14-ben intézkedett, akkor is, hogyha elosztjuk azt az összeget, amit a szövetkezet megadott a küldőgyűlési anyagban, hogy mennyit fizetett a költségmegosztók, elosztjuk a lakásszámmal, akkor is 6000 forint körüli összeg jön ki. Plusz meg még ehhez jönnek az egyéb járulékos költségek. A leolvasási költség, az elszámolási költség, a papírköltségek, mert ki kellene küldeni a TEHEM-nek a papírjait, ami alapján a lakó visszaellenőrizhetné azt, hogy valóban jól történt az elszámolás, mert a szövetkezeti törvény, vagy a 2005 éve távfűtésről szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy úgy kell elkészíteni a számlákat, hogy bármikor bárki visszaellenőrizhesse, ami szintén nincs meg, mert amit a Széphőtől kapunk, az alapján, a számla alapján nem lehet visszaellenőrizni, hogy valóban az adott lakás mennyit fogyasztott. De hát a Széphő az ugye eleve a saját mérő, a hiteles mérő egysége alapján egy légköbméter arányos fogyasztást tud megállapítani, amit az alapján meg majd visszaosztanak, amit a arányaiban kimutat a költségmegosztó. Talán így áll össze, nem? Nem teljesen, mert itt a szövetkezet és a TEHEM a főhunyó. A Széphőnek semmi beleszólása nincs semmibe. Tehát a Széphőnek annyi feladata van, hogy üzemeltet egy hiteles mérőt, hangsúlyozom, hogy hiteles mérőt, ami alapján megmondja, hogy az adott épület mennyi hőt fogyasztott. Itt tulajdonképpen a leolvasásokat a szövetkezet azt állítja, hogy ő nem végzi, dokumentumokkal tudom igazolni, hogy valótlan állít, mert a szövetkezet a rendelkezésre álló papírok alapján végez leolvasást. Ezt a leolvasott értékeket fölküldi a TEHEM-nek, a TEHEM ez alapján megtörténik az elosztás, amit elküld a Széphőnek, és a Széphő az alapján kiállítja a számlát. Tehát a Széphő ez egy teljesen ártatlan ebben az egész játékban. Mindjárt innen folytatjuk, de hát ahogy azt említettem, megkérdeztük Szauter Ákost is korábban itt a Fehérvár televízióban, hogy pontosan mit kell tudni erről a feladat megosztásról, és egyáltalán hogy néz ki a költségmegosztók kérdése a Széphő életében. Nézzük a vele készült beszélgetés részletét. A költségmegosztásra a költségmegosztó céggel ténylegesen a ház szerződik, a társasház. Tehát nekünk közvetlenül a költségmegosztó céggel ilyen formán nincsen kapcsolatunk. A ház fölkéri, leszerződik arra ezzel a céggel, hogy azokat a költségmegosztókat, amiket felszereltek, azokat leolvassa, ezeket megfelelően a korrekciókkal ellátva kiszámolja, szétossza, és az a mennyi hőmennyiség, amit az általunk hitelesítetten használt hőmennyiségmérőkön megmérünk, azt a hőmennyiséget, és ezt ki is számlázzuk egyébként légtérfogat arányába jellemzően mindenütt, azokat milyen arányban kell újraosztani. És erre kapunk mi utána a költségmegosztós cégtől, de tulajdonképpen ez olyan, mintha a társas háztól kapnánk, itt egy egyszerűsítés van csak a folyamatban, amit sokszor félre szoktak érteni, hogy hát de mi vagyunk velük kapcsolatban. Igen, mert nem várjuk meg, hogy a költségmegosztós cég elküldje ezt a társasháznak, a társasház elküldje nekünk, hanem akkor beszoktuk fogadni közvetlenül. De ténylegesen ez a kapcsolat, ez nem egy jogi viszony, és megkapjuk a költségmegosztós cégtől ezt a felosztást, és ez alapján mi elkészítjük az újrafelosztást. Itt nem történik már plusz bevétele a távhőszolgáltatónak, itt a már ténylegesen kiszámlázott hőmennyiség kerül újraosztásra, tehát egyszerűen mondhatnám azt, hogy a lakók
egyik lakótól a másikhoz áramlik a pénz, és csak rajtunk keresztül, de ténylegesen ebben már a távhőszolgáltatónak ilyen formán más szerepe nincs, mint hogy ezeket a számlákat kiállítja. Igen, hiszen a távhőszolgáltató az gyakorlatilag tudja a ház egészének a hiteles fogyasztását, hiszen, hogyha jól tudom, akkor gyakorlatilag az egyetlen egy hiteles mérőeszköz az a szép hőmérőeszköze, ami a háznak az egész fogyasztását méri. A hőközpontban van egy hitelesített hőmennyiségmérő, ugye ezt jogszabály írja elő, hogy nekünk ezt ilyen formán hitelesített állapotban kell oda behelyeznünk, és figyelünk is arra, hogy amikor ennek lejár a hitelesítés, akkor természetesen azonnal cseréljük, hitelesíteni visszük, tehát ez egy folyamatos projekt minden évben. Megvan az, hogy a több mint 500 hőközpontunkban évente mennyit kell cserélni, és akkor ezeket visszük, ezeket a hőmennyiségmérőket hitelesítetni. Erre szükség van, mert ez jelenti az elszámolásnak az alapját. A költségmegosztók, mint a nevében is benne van, ez csak osztásra szolgál, tehát egy arányt jelent, nem tényleges hőmennyiséget mér, nem is mérőeszközök, hanem csak egy arányosításra alkalmas eszköz. És akkor azt mi alapján méri? Vagy ez egy bonyolult folyamat, gondolom? Ténylegesen maga a költségmegosztó működési elve az a radiátornak a által leadott hőmennyiség arányában számol. Tehát az, hogy az a radiátor mennyi hőmennyiséget adott le, azt számolja, azt jelzi ki, amelyiken van kijelző, és az alapján, az érték alapján összehasonlítva egymáshoz képest a házban lévő költségmegosztókat, ez alapján képződik a nagy egészből arányosítással a kis rész. Nos, azt hiszem, hogy jól értelmezhetjük azt, hogy akkor ez egy arányosító eszköz. Igen. Az a lényeg, hogy bennünket félrevezettek mindjárt az elején, amikor ezeket bevezették. Mert ezt többször is kifogásolták. Igen, mert ez valóban, ahogy Szauter úr mondta, nem mérőeszköz. Ez csak egy arányosító. Valóban nem hiteles, tehát nem mérőeszköz, nem hiteles, be van programozva, nem tudjuk, hogy van programozva, nem tudjuk, hogy számolják el, nem tudjuk visszaellenőrizni, hogy valóban, amit kiszámoltak, az hiteles, tehát rengeteg probléma van. Ami itt lényeges, Szauter úrral kapcsolatban egy dolgot szeretnék egy újságcikkből idézni, amikor elhangzott az, hogy sajnos a 30-40 esztendeje épült panelépületek nem alkalmasak arra, hogy azokban lakásonkénti hőmennyiségméréssel osszák meg a költségeket. Ez egy alaptétel. Ezt kellene megérteni a kormánynak és a törvényalkotóknak, és ezért kellene módosítani a 2005 évi távfűtésről szóló törvényt, hogy ez az egész dolog, ez a kispénzű panellakóknak egy erőteljes, felújítási pénzeinek erőteljes átvándorlása a Tehem Kft.-hez. De most nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogy is alakult ki ez az egész. 2012-ben születik egy EU-s irányelv, amely azt mondaná, hogy azokban az új építésű épületekben kötelezővé teszi a költség energia felhasználás mérését. Valóban ez az új építésű épületeknél megoldható, de mint itt olvastam, a régi épületeknél ez nem megoldható. Ennek ellenére van egy német cég, ez a Tehem, amelynek van egy leányvállalata Magyarországon, ez a Tehem Kft. Ez nagyon okosan felmérte azt, hogy ebből óriási jövedelemre lehet szert tenni. Úgyhogy ha, ne adj Isten, érdekvédelmi képviseleti szervezettel összefonódik, ahol esetleg a törvényalkotókra valamilyen lobbizás során nyomást lehet gyakorolni. Azért ezt tegyük hozzá, ez feltételezés. A jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok alapján ezt vélelmezzük. Tehát a Tehem Kft. 2000 májusában létrehozza a LOSZ, Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének az Otthonunk Alapítványát. Ennél a LOSZ Otthonunk Alapítványánál a Tehem vezérigazgatója, Tófalvi György, az kuratóriumi tag lesz, a felügyelő biztos pedig a szövetkezetünk ügyvezetője, Farkas Béla. Na már most ettől kezdve hangsúlyozom, hogy az EU-s irányelv, amely
A régebbi építésű lakásokban nem tette kötelezővé. Hogyha jól emlékszem, ott teszi mondta, kötelezővé ez az irányelv, ahol ez megvalósítható, én emlékeim igen, szerint. Ahol gazdaság, két kritérium volt, a gazdaságosság és a megvalósíthatóság. Én mindkettőt aggályosnak tartom, ahogy a szövetkezet megvalósította azt is, mert a fürdőszobai radiátorokban nincs felszerelve, akkor vannak olyan épületek, ahol teljesen más lakásszámot tüntet fel a szövetkezet, mint amennyi az épületben lévő lakásszám. Tehát az elszámolások nagyon zavarosak. Ennek, de mondom, hogy több százmilliós forint felújítási pénzünk azért landolt a Tehem Kft-nél. Na most, onnét indultunk ki, hogy létrehozzák az otthonunk alapítványát, ez 2000-ben történt. Az EU-s irányelv csak 12 év múlva születik meg, ennek ellenére 2000-től kezdve a szövetkezeti lakásokba elkezdik a tehemes költségmegosztók beszerelését. Ráadásul kezdik azokkal a költségmegosztókkal, amelyek pároloktatósak, amelyekről végül is 2005-ös távfűtésről szóló törvényben ki is mondják, hogy teljesen alkalmatlanok, hogy felszereljék. De az is érdekes, hogy a mi ügyvezetőnk, akinek teljes átlátásának kellene lenni a képből, mert tulajdonképpen a Losz Otthonunk Alapítványának a felügyelő biztosa, tehát rendelkeznie kellene információkkal, azt állítja, hogy amikor az első felszerelése történt, akkor a szövetkezet pontosabban 14-ben, az egyik levelében azt állítja, amikor az elsőt felszerelték, meg nem álltak rendelkezésre modernabb eszközök, amelyeket azóta fejlesztettek ki. Ez egy szemen szedett valótlanság. Mert a Tehemmel való levelezés során világosan kiderült, hogy amikor felszerelték az elsőket, akkor már régen rendelkezésre álltak azok, tehát 2000-ben, amit 2006-ban szereltek fel. A 2006-ban felszerelteknél már jóval előtte rendelkezésre állt az, amit 2014-ben szereltek fel. Tehát felmerül a kérdés bennünk, hogy volt egy csomó raktárkészlet, amit el kellett valahova sózni, és erre úgy gondolták, hogy a kispénzű panel lakók alkalmasak arra, hogy megvetessék velük. Tehát teljesen értelmetlenül olyan költségmegosztókat szereltek fel, amik már jóval a modernebbek is voltak, és föl lehetett volna, amikor az elavultakat felszerelték. És az nem lehetséges, tehát hogyha a 2000-es évekre gondolunk, hogy a szövetkezet ügyvezetője, úgy egyáltalán a szövetkezet gondos gazdaként járt el, és felmérte azt, hogy ez egy jó lehetőség lehet arra, hogy takarékosságra tanítsa a lakókat? Vagy ehhez kevés az információ, mert nem kaptak információt, és ezért nem tudják eldönteni, mert lehet egy ilyen dolog is a háttérben. Erre két cáfolatot tudnék mondani. Az egyik az, hogy 1997-ben fűtéskorszerűsítés címszó alatt a Technika Házában a Farkas Béla ügyvezető által szerveződött egy tanácskozás, amin én is személy szerint részt vettem. És ezen megjelentek a szénatéri lakók is, ahol állítólag Fehérváron bevezették ezeket a költségmegosztókat. Hát az egy az egybe, ott jó vélemény nem hangzott el, tehát egyértelműen mindenki azt állította, hogy teljesen alkalmatlanok, nem szabad belemenni. Ez az egyik. A másik az, hogy az ügyvezetőnk, aki tulajdonképpen, tehát minden információval rendelkeznie kellett volna, és a mi tagi érdekeinket képviselnie, akkor előtte azért illett volna egy kalkulációt végezni, hogy mi mennyibe kerül, és a tagokat érdemi tájékoztatást adni, nem félre tájékoztatni, és olyanokat állítani, hogy mérőeszköz lesz, mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. Ezek valótlan állítások. Hát a Sauter úr is egyértelműen elmondta, hogy ez csak egy arányosító mérő, ami a program alapján valamennyit mér, valamennyi főfogyasztást mér, de azt se tudjuk, hogy van beprogramozva. Bizonyítsák be, hogy nekem úgy van beprogramozva, hogy pontosan a radiátornak. Tehát arról sem kaptunk semmiféle információt. Azon kívül Farkas úr azt állította, amikor 2017-ben botránysorozatban kiderült az, hogy 17-ben derült ki, hogy nekünk 2021-ig fenn kell tartani a költségmegosztókat,
Farkas úr azt állította, hogy a pályázat összege az, tehát hogy nem szabad visszatérni, mert akkor vissza kell fizetni a pénzt. Szó szerint azt mondta, a pályázati összeg az, aminek visszatérítésére kötelezhet a pályázat kiíró állam minden olyan pályázat, aki nem képes a hőmegtakarítást számszerűre kimutatni, azért, mert megszüntette a költségmegosztó rendszert. Hát ennél nagyobb hülyeséget, amit ide leírt, el se tudok képzelni, mert azért, mert megszüntette a költségmegosztó rendszert, Sauter úr most világosan kifejtette azt, hogy az épületben egy mérő van, a szép hőnek a mérője. Ez a szép hőmérő függetlenül attól, hogy fönt vannak a költségmegosztók, vagy nincsenek a költségmegosztók, mert egyértelműen méri az épületnek a hőfogyasztását. Tehát semmi kapcsolat nincs a között, hogy van költségmegosztó, vagy nincs költségmegosztó. Ő azt állítja, azért, mert megszüntette a költségmegosztó rendszert, nem lehet mérni az épület hőfogyasztását. Tehát ez hülyeség. Azon kívül, ami még nagyon aggályos, hogy rendszeresen félretájékoztatják a tagságot, mert azt mondták, hogy például a kezemben van a Tehemtől kapott dokumentum, amivel hát a Tehemtől kértünk információt arra nézve. De akkor ezek szerint adtak a Tehemnél információkat, hiszen akkor... Nem, hát a Tehemhez fordultunk arra, hogy azt állították, hogy ez mérőeszköz, hogy hitelesen mérik a fogyasztást. Tehát a tagság elégedetlenségei alapján fordultunk, hogy bizonyítsák be. Erre az ügyvezető elküldte ezt a dokumentumot, ami úgy kezdődik, hogy hiteles fordítás német nyelvű nem hitelesített fénymásolatról. Ez a nem hitelesített fénymásolat egy olvashatatlan aláírás, le van írva, hogy olvashatatlan aláírás. Egy semmit mondó engedélyeztetésről szól, ami alapján az optika a költségmegosztót állítólag 1999-ben már engedélyeztették. Tehát 2000-ben, mikor a pároloktatóst felszerelték, akkor már 1998-ban rendelkezésre állt az optikai. Azt csak nálunk 2006-ban szerelték fel. A másik probléma az, hogy Farkas úr azt állítja, hogy a költségmegosztók felszerelése a pályázat a kiírásban szerepelt, és attól nem lehetett eltérni. Ez sem valós, mert egy csomó olyan épület van, ahol például a Salétrom utca 11-19, az ügyvezető igazgató pont abban az épületben lakik, ahol nagyon tudnia kellett, hogy a pályázatban nem is szerepelt fűtéskorszerűsítés. Tehát oda abba az épületbe is nem is szerepelt a pályázati anyagba a költségmegosztó. Tehát megvetette először a pároloktatót, majd megvetette a digitális, majd megvetette a rádióst. A rádiós felszerelésével a 15-16-os dolgokkal is probléma van, mert mint ahogy már az előzőekben kifejtettem, tehát ott is félretájékoztatták a tagot, azzal fenyegették, hogyha visszatérnénk a légköbméterre, mert több épületben is jelezték, hogy szeretnének visszatérni a légköbméteresre, mint ahogy Fehérváron nagyon-nagyon sok olyan épület van tudtunkkal, ahol visszatértek, és az épületek rendesen ki vannak fűtve, nem gáztűzhellyel fűtenek, mint ahogy itt, mert az a probléma, és a szövetkezet vezetőségének azt is világosan kell látni, hogy a radiátoroknak a használata az egyenlő, nagyon sok épületben, nagyon sok lakásban egyenlő a nullával. Tehát a lakók nem merik kinyitni a radiátort, mert ha kinyitják, mint ahogy itt is ebben az újságcikkben is bent van, a rendes havi fűtésszámlát fizette az illető, majd év végén, mert itt egyszeri elszámolás volt, nem havi elszámolás, 560 ezer forint plusz számlát kellett fizetni, amiről ebbe az újságcikkben megszólalt Tófalvi úr is itt a képe, és azt állítja nekem a levelébe, hogy soha ilyen nem volt, hogy valakinek kiküldtek volna 560 ezer forintos plusz számlát. Tehát ennyit a hitelességről. Aztán, ami még az én meglátásom szerint nagyon aggasztó, az, hogy a 14-es cseréknél a pályázati kiírásba, ami a Tehemnek a 25 éves Magyarország évfordulója alkalmával a losszon keresztül valósult meg, tehát
Azért mondanám azt, hogy itt nem tudni, hogy feltételezzük csak. Tehát nem tudjuk a valós pénzmozgásokat, hogy hogyan mozognak a pénzek, melyik cégtől merre, meddig. De alapos a gyanú, hogy bizony a LOSZ-nak keményen bent van a keze abban, hogy a szövetkezeti lakásokban, nagyon sok társasházban nem tudták meggyőzni a tagságot, mert ők valóban tájékozottak, és úgy, ahogy itt, ahogy előzőleg... A Palotavárosban most éppen nyáron a Jancseruti társasházaknál mondtak nemet a költségmegosztókra. Ott is lett volna egy pályázat, ahol azt hiszem 3 évig kellett volna fenntartani, fűtés korszerűsítéssel kapcsolatos pályázat, most nem emlékszem pontosan a nevére, de ott nagy többséggel a társasházban élők közössége egyértelműen nemet mondotta a fűtésmegosztó költségmegosztókra. Helyes. Akkor felteszem a kérdést, hogyha a pályázatban 3 év szerepelt, akkor nálunk Farkas úr miért nem képes bebizonyítani azt, hogy nálunk 2021-ig, amit állít, hogy 2021-ig fenn kell tartani? Nincs, nem, tagsággal nem tudatta, teljesen véletlenül egy botránysorozatba jutott. Lehet, hogy így van, csak nem láttak róla dokumentumot, mondhatjuk ezt is. Egyszerű lett volna ez. Egyszerűen közli velünk, megmutatja ezt a dokumentumot. Pályázati anyagot átnéztük, bementünk az önkormányzathoz, megnéztük, pályázati anyagban nincs ilyen. Akkor mi alapján állítja Farkas úr? Erre lennénk kíváncsiak, de nem hajlandó. Nagyon szívesen venném, ha bejönne ide műsorba, ideülne harmadikként, és a kérdéseinkre válaszolna. Ezt szeretnénk kérni, tehát ezúton is invitálom egy beszélgetésre. Visszatérve a 25 éves tehemes évfordulóra, akkor a LOSZ-on keresztül elkezdték, hogy rádiósra cseréljék le a költségmegosztókat, és ezzel havi leolvasás legyen. Nyilván, hogy a havi leolvasás az havi elszámolást takar, ami azt jelenti, hogy a költségek is megnőnek. Tehát nyilván, hogy akkor ki kellene küldeni a tehemes elszámolásokat, amiket a szövetkezet nem tesz meg, ezzel is jogot sért, mert ki kellett volna küldenie. Ő arra hivatkozik, hogy aki kéri, annak kiküldi. Nem. A törvény azt írja elő, hogy mindenkinek ki kellett volna küldenie. Na most, ebbe a pályázati anyagba az szerepe, hogy közgyűlés vagy részközgyűlési határozat alapján kellett volna szövetkezetnek intézkedni. A szövetkezetünknél 1992 óta nem volt közgyűlés, se részközgyűlés. Akkor így nehéz lett volna intézkedni, legalábbis önök szerint. Mondhatjuk ezt így nagyjából a műsorunk vége felén. Igen, tehát nagyon-nagyon sok probléma van a költségmegosztóval. Országos szinten is, nem csak a Fehérváron, és jó lenne, hogyha a törvényalkotók intézkednének ez ügybe is. És a kispénzű panellakók, mert nagyon-nagyon sok idős hölgy van, aki idős ember van, aki sajnos nem tudja felvenni a saját érdekeinek az érdekvédelmét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a nézőknek megígérhetjük, hogy folytatjuk majd még a témát. Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönöm, hogy velünk tartottak köztérrel. Legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!